Kedves Pán-Európa barátaim és kedves elnök úr, az elnök úr mindig megfelelően helyre tudja tenni a dolgokat és ki tudja menteni a helyzetet. És nagyon örülök neki, hogy lehetőséget biztosított, még ha csak ilyen kis körben is, hogy én elmondhassam, mert biztos vagyok benne, hogy tovább fogjátok adni. Elnök úrnak rengeteg dolga van, fantasztikusan nehéz őt elérni telefonon. Nekem ez 4 héttel ezelőtt sikerült, és elmondtam neki, hogy a májusi közgyűlésen, amikor Terenoáru elnök úr is jelen volt, akkor én javasoltam, hogy lévén most, idén a 20 éves piknik évforduló, a Sopron-pusztai pán-európai piknik évforduló, ezért ősszel, ha lesz egy közgyűlés Strasbourgba, akkor ez a közgyűlés ezt a napot nemzetközi pán-európai emléknappá nyilvánítsa. Elnök úr azt mondta nekem a telefonban, hogy annak magának megvan, bocsánat, ő mindig elnök asszonynak hív, elnök asszony megvan magának ehhez a az előterjesztése, mondom, természetesen hova küldhetem. Elnök úr azt mondta, hogy hát Délegyházára avagy adok egy e-mail, elküldtem. És akkor most engedjétek meg, és engedjék meg, hogy én ezt szó szerint felolvassam, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos. 5 minút, ja? De lehet több is. Hát javaslat és előterjesztés a Magyar Pán-Európa Unió részéről a strasbourgi nemzetközi közgyűlésre. 2009. augusztus 19-én nem csak Magyarország, nem csak Európa, hanem az egész világ, és érdekes módon különösen Amerika ünnepelte meg a magyar-osztrák határon lezajlott pán-európai piknik 20 éves évfordulóját. Ez az esemény tette lehetővé, hogy az akkori kelet-német turisták, idézőjelbe tettem, átjussanak a vasfüggönyön. Amikor megnyílt a magyar-osztrák határ, a kelet-németek százai özönlöttek át rajta. A határnyitás visszafordíthatatlan volt, és hónapokon belül eltűntek a hidegháború falai is. A pán-európai piknik a figyelem középpontjába állította Magyarországot, és ez most 20 évvel később, 2009. augusztus 19-én is így történt. Hiszen a jelentőségét Sopron-pusztán Angela Merkel német kancellárasszony, Sólyom László magyar köztársasági elnök és Karl Bildt az uniót elnöklő Európai Uniós külügyminiszter méltatta. Ott, Sopron-pusztán a helyszínen. És egy bensőséges, fantasztikusan gyönyörű emlékünnepséget rendezett nekünk elnök úr, amelynek szónokai voltak Fodor Tamás, Sopronváros polgármestere, Gróf Bethlen István, a mi magyar szervezetünk elnöke, Bernd Posselt, a német elnök, Alain Terenoár, a francia elnök, Szájer József, Európa parlamenti képviselő. Fantasztikusan jó volt látni őket együtt. És igen, bocsánat, ő kimaradt, köszönöm szépen. És el kell mondanom sajnálatunkra, hogy Mayer Mihály pécsi vegyes püspök úr nem tudott jelen lenni, mert beteg volt és kórházban volt, és őt Szebik Imre evangélikus püspök mentette ki. Kozma atya viszont ott volt. És Balogh Zoltán is. Tehát az 1989-es augusztus 19-én a Sopron-pusztán tartott pán-európai piknik lerombolta a rabság falait, és az azt követő esemény sorozat a kelet-európai országoknak, a kelet-európai országok számára megnyitotta a szabadság felé az utat. Mindezek alapján a Nemzetközi Pán-Európai Közgyűlés napi rendjeként kérjük megtárgyalni, elfogadni javaslatunkat arról, hogy a tisztelt közgyűlés ebben az évben, 2009-ben, a 20 éves jubileum évében nyilvánítsa Nemzetközi Pán-Európai Nappá a Sopron-pusztán megtartott Pán-Európai Pikniket,
amely 1989. augusztus 19-én történt. Ennyi az előterjesztés, és én nagyon remélem, hogy elnök úr azokat a lépéseket megtette, amelynek alapján úgy a francia elnök, mint a Posselt, a német elnök erről értesült, és valóban a strasbourgi nemzetközi közülés napirendjére fog kerülni, és én biztos vagyok benne, hogyha ez úgy történik, ahogy ezt Bethlen elnök úr nekem a telefonban mondta, hogy milyen jó lenne, ha ezt a nemzetközi elnök terjeszteni elő, hiszen akkor biztos lenne a siker, hogy ez valóban így is fog történni. Nagyon-nagyon sajnálnám, ha ezt a 20 éves évfordulót elmulasztanánk, ennek egy jelképes, szimbolikus értéke van, és úgy gondolom, hogy Magyarországon is 1988-89 óta elnök úr is nagyon jól tudja ezt, működik az újra szervezett pán-európai szervezet, és megérdemlik azokat a tagok, akik ezt aktívan csinálják azóta is, hogy egy ilyen emléket állítsanak ennek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.